1,1 milliárd forintért vásárolt üdülőt a Magyar Nemzeti Bank 6 alapítványa a Matolcsy György felesége által vezetett Balaton akaratján, írja az Átlátszó. Bár a jegybank honlapja szerint a MÁV üdülő Balatonkenesén van, valójában a 6 hektáros terület akaratjához tartozik. A frissen megvásárolt területen a terv szerint 2016 nyarától oktatási és konferencia központot fognak üzemeltetni az alapítványok, és itt működik majd a Magyar Vezetéstudományi Iskola is. Gréci Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Iszonyatos hagymaszagot érez, akkor ez az iskolai menza miatt semmi van. Semmi gond, én szeretem a hagymát, mondjuk a gyerekeknek ilyen mennyiségben valószínűleg nem kellemes. Nem megy ki, de nem az ön témája, csak nem megy ki a fejemből, ez a 8 deka húshoz 33 deka hagyma. És én ezt megkóstoltam. Hát így ebben az esetben a romlott húst is úgy gondolták, hogy esetleg nem, meg hát lehet senki enni. Nem akar romlott húst etetni a gyerekekkel, csak itt az arányokkal valami nagyon furcsa. Aki szereti, szereti, de lehet, hogy kicsit hátrébb megyek így a beszélgetés során, hogy ezt ne érezze, engem már zavar. Na, beszéljünk arról, hogy 1,1 milliárdért most mit vesznek a Palasz Athéné alapítványok. Mávüdülőt. Önök azt mondják, személyesen jegyezte a DK-nak a közleményét, hogy a családi kasszaként kezeli a Matolcsy család az MNB pénzét. Hát lehet, hogy ott volt tényleg egy ilyen bomba üzlet, és senkinek nem tűnt fel. Hát ugye egyrészt egy banknak nem az a dolga, hogy mindenféle ingatlanokat vásároljon, főleg luxus ingatlanokat milliárdokért Budapesten, és most már úgy látszik a Balatonparton is, meg nem az a dolga egy banknak, hogy csoda zongorákat vásároljon, meg festményeket vásároljon, hanem hogy vigyázzon a magyar költségvetésre, a forint árfolyamát őrizze, tolja lefele az inflációt, vigyázzon a tartalékainkra, de hát Matolcsy György nem vigyáz a magyar emberek pénzügyi tartalékaira, nem éppenséggel feléli. Ráadásul most már még arra látszatra sem adnak, hogy valamilyen értelmes beruházás történjen, amitől mondjuk távol tartják a rokonokat, hiszen Balaton akaratja polgármesterét, momentán Matolcsy György felesége, ő bitorolja ezt a pozíciót. Jó, de nem Matolcsy, a mávüdülő, meg nem is az önkormányzattól veszik meg. Igen, de viszont Matolcsyné kiválóan fogja tudni majd használni a kampányban azt az érvet, hogy ő bezzeg, milyen szépen fejlesztette Balaton akaratját, csak éppen a mi pénzünkön vetett meg a férjével egy ilyen egymilliárdos területet, és hát nehéz elképzelni azt a helyzetet, hogy emögött valódi szakmai döntés lehetett volna. Inkább azt gondoljuk, hogy mondjuk ülnek vasárnap délben a húsleves fölött, és megbeszélik, hogy van ott egy ilyen üres mávüdülő, olyan egymilliárdért elvihető. És azt mondja a Gyuri, hogy asszony, mekkora ötlet! Vegyünk ott egy üdülőt, és akkor az a te településeden van, én oda csinálok egy iskolát, és a magyar adófizetőknek fő se fog tűnni, hogy egy milliárdot itt eltapsoltunk egy ilyen történetre, és akkor az asszony is elégedett, majd kimegy a rántott húsért, és akkor szépen mindenki boldog és elégedett. Talán még fölhívják a személyzeti ügyekért felelős Polt Péter feleségét is, aki szintén a jegybankban dolgozik több millió forintos fizetésére, és akkor tényleg mindenki egyetért azzal, hogy egy ilyen projektet érdemes megcsinálni. Szóval tényleg az a látszat, mintha Matolcsy György úgy érez... Van Polt Péter feleségének? Hát ő foglalkozik ott a személyi ügyekkel. De biztos nem ő dönt arról, hát hogy kell-e újabb de hát konferencia központ. Miután ide valamilyen iskolát akarnak telepíteni, ahol oktatás tovább... Oktatás és konferencia központ. Hát annak viszont vannak személyügyi következményei, sőt, mint olvasom az ide vonatkozó cikkekben, az egyik ilyen megbízott ember szintén Matolcsy György rokona. Tehát megint az a helyzet, hogy Móricz Zsigmond sírva szalad el a tolláért, hogy a Rokonok 2 című könyvet elkezdje megírni. És hát ugye ez az, amiről a demokratikus koalíció folyamatosan beszél, hogy ez a tipikus kevesek Magyarország, amikor néhányan visszaélhetnek a közpénzekkel, visszaélhetnek az emberek türelmével, bizalmával, és ehelyett pedig a sokak Magyarországát kellene létrehozni. Több kérdést is megfogalmaztak a vásárlással kapcsolatban, például, hogy volt-e verseny az üdülővásárlásnál? Ezt igen. Honnan lehet majd megtudni? Hát például remélhetőleg úgy, hogy írásbeli kérdést fogunk feltenni Matolcsy Györgynek, és megpróbáljuk megtudni, hogy volt-e itt érvényes pályázat, esetleg más területeket is megnéztek-e, vagy éppen csak Balaton akaratján volt de olyan milyen, terület. De pályázat, várja, milyen pályázatra gondolt? Tehát, hogy ki írt
adta volna ki a pályázatot, és mire? A MÁV üdülőre volt-e pályázat, igen, és voltak-e igen mások versenytársak, így és az van. MNB adta a legjobb ajánlatot, azért igen, kapta tehát, ő? Ugye tudunk meg? Az előzetes hírekből az derül ki, hogy az eredeti vételáron, vagy a kiírt vételáron vette meg a jegybank ezt az épületet, meg a nyilván a hozzátartozó területet is. Tehát mondjuk nagyon nagy verseny nem nagyon lehetett. Érdemes lenne megnézni, hogy milyen értékűek ott az ehhez hasonló ingatlanok, hogy nem egy nyomott értéken vásárolt ingatlanról van szó, ami viszont azt vetné fel, hogy Balaton akaratját esetleg anyagi veszteség vagy kár érhette. Ez a MÁV, nem? Vagy az önkormányzatnak ebben nincs tulajdona, vagy van? Régen volt ez egy MÁV-üdülő, ahol ilyen kis vasutas gyerekek nyaralhattak. De akkor ezt most tudjuk, ez az önkormányzatnak a tulajdona már? Tehát Matolcsi György által vezetett Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok, a Matolcsi Györgyné által polgármesterkedett, jelen idő, településtől vásárolták meg, mert alapítványok. Ezt az üdülőt, ezt így tudjuk? Ezt nem tudjuk, ezért szeretném megtudni Matolcsi Györgytől egy írásbeli kérdés erejéig, hogy ez hogyan történhetett. Egyrészt az tehát, hogy ki ez a terület, hogyan volt meghirdetve, más területeket vagy más épületeket is nézette a jegybank a mi pénzünkön vásárlásra. Hogy miért kell ennyi konferencia, mert oktatási központ. Kiket fognak? Hol az a sok diák? Nem tudom. Tehát hát kiket fognak ennyi helyen oktatni, ahány helyet már oktatási célra vásárolt a Magyar Nemzeti Bank? Hát remélhetőleg nem a motorcsizmust fogják tanítani ezekben az iskolákban. Hát nem tudom, valami normális közgazdaságtant, ami... Hát de erről már volt szó, hogy egy ilyen haladó szellemiségű közgazdasági eszméket, vagy nem tudom. Tehát, hogy azt, amire tehát, tényleg ilyen nagyon haladó, előre igen, haladott Magyarország igen, is. Igen, hogy hogyan szórjuk el a közpénzt, meg hogyan lopjuk el a... Most a közgazdasági tézisekre gondoltam, nem? Én is. Ja. Hogyan lopjuk el a közpénzt. Ez egy közgazdasági alapvetés? Hát a Fidesz környékén ez egy alaptétel, hogy hogyan verjünk az arcára 3000 milliárd forint magánnyugdíj megtakarításnak, hogyan hazudjuk azt, hogy azt a pénzt az államadóság csökkentésére fordítjuk, ehhez képest nő az államadóság. Hogyan lehetséges az, hogy ez a Matolcsi György, aki a Questor ügyben súlyos felelősséget visel, szépen üldögél a fenekén, és nem történik vele semmi, nem indul nem ellene eljárás. Hát most vettek az alapítványok. Igen, és ahelyett, hogy eljárás indulna ellene, most éppen iskolát alapít egy másik rokonával, a felesége által irányított Balaton akaratján, hogy ott még tanítsák is ezt a sok borzalmat, amit ő képvisel. Ráadásul mindez nekünk 1 milliárd forintunkba kerül. Ha az írásbeli kérdésre a válaszokat megkapja, akkor legyen szíves, mondja el nekünk. Köszönöm, hogy itt volt. Így fogok tenni, és köszönöm rövid szépen.